Ebbe beletartoznak például a matematika, a fizika, a kémia, a geodézia. Dr. Tamás Enikő, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet vezetője a két fő alapszak követelményeiről és lehetőségeiről tájékoztatta az érdeklődőket. A 12-es diákok közül a nyílt napra sokan már célirányosan jöttek, mivel jelenleg is vízügyi szakiskolában tanulnak. Ez a vízügyes dolog, ez jó, csak ugye ennek is sokféle ága van, így nem nagyon tudom még. Még van egy éven? Most végzünk, igen, és jövőre lesz technikusi, azon hát elvileg maradunk mind a hárman, és utána megyünk majd így tovább. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara jelenleg két alapszakot kínál a jelentkezőknek. A környezetmérnök képzés 7 fél éves, amiből egyet gyakorlati helyen kell eltölteni. Az építőmérnökök vízgazdálkodási szakirányokkal, elsősorban a vízügyi szolgálatban, illetve vízépítő cégeknél tudnak elhelyezkedni, mint tervezési, mint kivitelezési feladatokra. Tudni kell, hogy az építőmérnökök, akik egyébként 4 éves képzésbe vesznek részt, ez egy unikális időtartamnak számít a magyar mérnöki képzési rendszerben. Szóval az építőmérnökök a Magyar Mérnöki Kamara által megadott feltételeknek megfelelően tervezői jogosultságot is fognak kapni. A nyílt napon a szakmai munkába is belátást engedtek a fiataloknak. A standoknál az ország 12 vízügyi igazgatósága várta a kérdéseket. Az ágazat vezetői fontosnak tartják a képzett szakemberek utánpótlását, amire a duális képzés is szolgál. Magát a rendszert erősíti, ne csak elméleti képzésekkel gazdagodjanak a hallgatók, hanem valójában is fizikálisan bele tudnak folyni egy vízügyi igazgatóság mindennapi munkájában. Ezáltal tényleg gyakorlati ismereteket tudnak megkapni a hallgatók, ezáltal többek lesznek, mint akik úgymond csak az egyetem épületein belül szerzik meg a tudást. A felsőoktatási felvételi határideje február 15-e, addig kell elküldeni a jelentkezéseket elektronikusan a www.felvi.hu oldalon keresztül. Az egyetem vízügyi kara november 24-én és 25-én a fővárosban tart nyílt napot, Bajára pedig legközelebb januárban várják az érdeklődőket.